Az október 31-i Halloween ünnep egy ősi kelta hagyományokból kialakult ír szokás, ami mára meghódította az egész világot. Dombóváron a futóegerek az aktívan eltöltött idő mellett tették le a voksukat, így természetesen az általuk szervezett esemény is egy kis borzongással megfűszerezett aktív kora esti séta vagy futás volt, ki melyiket választotta. Most már 9. alkalommal rendezzük meg a Halloween futást, ez egy spontán ötlet volt, csak a buli miatt rendeztük meg először is, és tulajdonképpen azóta is minden alkalommal. A célunk ugyanaz, hogy mindenki jól érezze magát, próbálunk élményt adni, tehát tulajdonképpen ezt még mindig tartjuk, szem előtt tartjuk. Nagyon sokat készülünk rá, nem is csak mi, hanem a szellemek azok, akik ebbe a főszerepet játsszák. Az egy nagyon hangulatos dolog, azt gondolom, hogy szerintem jobban várják, mint a gyerekek ők maguk ezt. Talán a helyszín lett más, hogy más az indulási helyszínünk. Eddig a városközpontból indultunk, és most már második éve pedig egy kicsit közelebb az útvonalhoz indulunk el. Az útvonalat sose közöljük előre, abban mindig van azért változtatás, hogy ne tudják az emberek, hogy merre megyünk, de ezzel nagyon nem tudunk variálni, mert mindig a város legsötétebb pontját keressük meg. 17:30 indul az első futam gyerekeknek leginkább, és többek közt azért is, hogy ők azért még azt gondolom, hogy jobban félnek, ott nincs ijeszgetés, hanem nagyon jó fej szellemeink cukrot osztanak, és akkor utána 6-tól indulnak köztük is vannak gyerekek, de 6-tól indulnak azok a futamok, amikor már rémizgetés is van. A halloweeni futás az évek alatt egy kicsit átalakult, hogy minél szélesebb kört juttathassanak a borzongás élményéhez a futóegerek. A futás volt az alapja annak idején, aztán úgy gondoltuk, hogy ha több embert szeretnénk elérni és élményt adni, és itt gondolva a gyerekekre, idősebbekre is, akkor vegyük bele ebbe a gyaloglást, tehát ne a futás legyen a lényege, és tulajdonképpen igen, tehát a futásból indul, de bárki, aki tud gyalogolni, őt szeretettel várjuk. Az érdeklődők több indulási időpont közül választhattak. A rendezvény első futama a bátorító a legkisebbeknek szólt, ezt követte a boszorkány, a vérfarkas és 2 kora estében nyúló szellemes futam. A távok az csak az első lesz egy kicsit rövidebb, a többi tulajdonképpen maga a táv ugyanannyi, de 2-ben inkább futós csapat lesz, legalábbis azt gondolom, úgy tervezzük, 2-ben pedig inkább a gyaloglós csapat. Minden alkalommal biztosítunk érmeket a résztvevőnek, nem tudunk mindenkinek, de mivel ingyenes a rendezvény, tehát ezt próbáljuk mindig még kigazdálkodni, de idén 250 jelentkezőnek tudunk adni érmet is. 200-an előregisztráltak voltak, és sikerült még 50-et a költségvetésből kivennünk úgy, hogy még 50 ember kapjon. Az első alkalom is már még 9 évvel ezelőtt már egy nagyon szép létszám jött el. Tavaly, hát az idejéről még nem tudok nyilatkozni, tavaly közel 500-an voltak, amennyire meg tudtuk számolni. Úgy látom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés buliból is, gyerekektől, felnőttektől is. Mi mindig csak azt kérjük, hogy 18 éven aluliak ne jöjjenek szülői felügyelet nélkül. Ennek több oka van, azért itt szoktak félni. Úgyhogy ezt a felelősséget nem tudjuk lekövetni és vállalni, hogy mindenkinek fogjuk a kezét. A következő ilyenkor mindig a Mikulás futás szokott lenni, az nálunk egy jótékonysági rendezvény. Ott nem igazán a futáson van a hangsúly, hanem azon, hogy amiket ott kapunk majd, vagy kérünk majd, teát, kekszet, nápolyt, egyebeket, azt miután a napokig szórjuk és hordjuk szét idősek otthonába, gyerekek között, anya otthonban, tehát nagyon sok helyre falvakba kivisszük. És az egy nagyon jó dolog, hogy nagyon tavaly rengeteget tudtunk eljuttatni, mert hogy itt több százas nagyságrendről beszélek. Nyilván, hogy van vele munka, de minden percét megéri, mert nagyon-nagyon rendesek az emberek, és nagyon adakozóak. A legkisebbek izgatottan szorongatták a szülők kezét indulás előtt, majd a visszaszámlálást követően kezdetét vette a borzongást előidéző elemekkel tarkított futás. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Izgatottan indult el a hosszú sor, hogy a futóegerek önkéntes munkájából megvalósult távot együtt tegyék meg az érdeklődők. A szellemek a semmiből bukkantak elő a halloweeni futás alkalmával. Ők még nagyon fiatalok az, hogy megélszük őket, mi csak nekik cukrot adunk, majd a többieknek lesz ijesztő. A nagyobbakra már rémisztőbb dolgok vártak a sötétben. Hangváltoztatás,
Etrom majonett 3 pürész fog indulni, meg persze lánc. A 9. alkalommal megrendezett eseményre idén is a borzongás utáni vágy miatt érkeztek, sokan ijelmezt öltve. Az elvárás pedig mindenki részéről egy volt. Az, hogy jó lesz. Én azt remélem, hogy ijesztő lesz. Biztos ijesztő lesz. Akkor le a kalap lehet. Ha túlélem a gimisek, akkor ezt is. Voltatok már máskor is? Igen. Igen. Tavaly. Nem tudom, mikor. Tavaly. Tavaly előtt. Meséljetek, milyen volt. Akkor milyen élményeket szereztetek? Jó volt. Jó volt, jó volt. Azt mondta, annak a fűrésznél ennyi volt a nyakától. Nem volt szerencsére, nem volt rajta már lánc. Hát igen, közel van hozzá már a láncfűrészes. Hát én az unokáimat kísértem el. Úgyhogy követem őket mindenben. Mit vártok tőle? Mit gondoltak, mennyire lesz ijesztő? Hát reméljük azért, hogy lesznek olyan dolgok, amitől majd mi is megriadunk. Az idei halloweeni futás is sok élményt adott a közel 500 résztvevőnek.